új, nagy teljesítményű aprítógép került a Telen a Kft.-hez Tolnán. A cég egy pályázatnak köszönhetően tudta beszerezni az eszközt, amellyel naponta megközelítőleg 8 köbméter gajat tudnak ledarálni. Ez egy nagy teljesítményű aprítógép, 30 kW-os dízel motorral üzemel. Naponta 8 órában körülbelül 6-7 köbméter darálékot képes előállítani. Ennek köszönhetően a felgyülemlett, évek alatt felgyülemlett gajak, aprított, kivágott fákat, nagy részét úgy néz ki, hogy a idei tavaszra, tehát 80%-ban el tudjuk tüntetni és darálni. Igazából nem volt. Voltak MTZ traktorra köthetőek, de kis teljesítmények voltak, nehézkesen működtek, és nem volt jó hatásfokkal működőek. Emiatt volt egy pályázat útján szerezte be a Tolnaváros önkormányzata ezt a új gépet. Az ügyvezető elmondása szerint a telepen nagyjából 400 köbméter felhalmozott faág található. Ennek eddig a felét dolgozták fel. Ez körülbelül aprítva majd még egy ilyen 130-150 köbméterre tehető. Ugye így gajként jóval nagyobb térfogatot képvisel, mivel nincs tömörítve, tehát így megsatszolni se tudom, de ilyen 400 köbméter lehet maga így felhalmozva a halmokban a gaj. Volt bérmunkában is történt, tehát a vállalkozók jöttek, és akkor évente néhány napon keresztül végezték ezt a darálást, illetve hát ezek ilyen évek alatt itt maradt, elkomposztálódott, egy része elkomposztálódott faág, tehát azzal tudtak mit kezdeni. Így sokkal jobban fog hasznosulni ezzel a géppel. Az aprítónak köszönhetően többek között a fűtési költségeken tud majd spórolni a cég. Naponta ilyen 8 köbmétert tudunk ledarálni, és most már gyakorlatilag 150 üzemóra van a gépben, tehát ez ilyen hát durván 130 köbméter ledarált aprítékot jelent. Felhasználása pedig egy részét megpróbáljuk a városi csarnoknak a pelletkazánjába hűtésre felhasználni, illetve későbbiekben a szóba jött mulcs felhasználásával parkokban, ágyások között. Esetleg komposztálásra is lehet használni ezt az anyagot.